a gazdasági körülmények, azok mindig a másodlagos terméket hagyták el fogyasztani, és ami piacon pénzt hozhatott volna, azt ők el is adták. És így takarították meg tulajdonképpen a gazdaságra valót. Na most természetesen azért a sárközi emberek életében is voltak nagy ünnepek, ilyen tulajdonképpen a lakodalom, mert azt megtartották rendesen, és több napig is tartották. Itt még a marhát is levágták, és tulajdonképpen a tyúkot, kakast nem kímélve, így kerültek a húsok. Hétköznapokon már más volt a helyzet. A beosztás az úgy történt, hogy amikor jeles napok voltak, ugye a munkanapjai, az aratás, akkor feltétlen kellett az erő, a kondíció ugye a munkához. Ilyenkorra tartalékolták a télen levágott disznót, ami gyakorlatilag hát minden családnak rendelkezésre állt, és ezt tudták ők nagyon-nagyon változatosan elkészíteni. A sonkát tudták panírozva rántani, a sonkából tudtak pörköltet készíteni, vagy a káposztás húst, ahol füstölt hússal és dúsítani. Mi ma úgy mondanánk, hogy cereáriákkal, de hát ez ugye a rizs volt akkor, amivel megszólták a tetejét, és egy bőséges, hogy mondjam, kiadós ételt tudtak az asztalra tenni. Leves például mennyire volt jellemző? A leves jellemző volt, és tulajdonképpen, ugye mi a franciákat vádoljuk azzal, hogy ők nem délbe eszik a levest, hanem este. A sárköz régi történetét, ha tekintjük, akkor a levesek azok esti ételek voltak, hisz amikor a mezőről bejöttek, akkor valamit gyorsan kellett készíteni, és ez a gyors, ez a leves volt. Bőséges, gazdag levesek voltak, általában a zöldségfélétől voltak ezek gazdagok, meg az a tészta, amit benne főztek. És ami még érdekessége a levesnek, hogy bármit megfőztek, ennek a levéből mindig tudtak pillanatok alatt levest varázsolni. Ha tésztát főztek ki, természetesen akár egy túrós csúszát, a levét soha nem dobták el, kis hagyma, fokhagyma, zöldség, és már is kész volt a leves. A paraszti konyha jellegzetes ételei megragadtak a sárközben is. Gondoljunk csak a keltésztákra, a kenyérre, a fánkra, vagy épp a lebbencsre, vagy a csipetkére. Ha már az ételeknél tartunk, nem mehetünk el a borok mellett sem, hiszen a gasztronómiában szinte elválaszthatatlanok egymástól. A szőlőt is már megszedi, sej a lányokat haza küldi. Szekszártól Bátáig tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a rómaiak kora óta nagyjából egybefüggő szőlőterület létezett, és ez meghatározta az itteniek tudatát, életét, szokásait is. A borfogyasztás, azt mondhatjuk, hogy nem pusztán, mint a mai időben divat volt, hanem az élet egyik legfontosabb szükséglete, hiszen a sárközben rossz vizek voltak, és aki tudott, aki tehette, az nem ebből ivott, hanem bort ivott. Ezek a borok természetesen részben könnyebb borok voltak, a fogyasztásuk nem jelentett olyan megterhelést a szervezetnek, és ezt valóban mértékkel fogyasztották, és ha meggondoljuk, hogy a kezdettől fogva az ételek szinte vonzották, hogy arra bort kellett inni, hát gondoljunk arra, hogy a különböző füstölt húsok, a különböző nehezebb ételek, az emésztését, ennek az emésztését ez mind jól szolgálta, hogyha bort ittak hozzá. Az meg legtermészetesebb, hogy egymásra való köszöntéskor, vagy nagyobb ünnepeken, és hát a 16. századtól az egyházi szokásokba is bejött az, hogy a borfogyasztás meglehetősen intenzív volt. Azt nagyon szépen követhetjük, hogy miként terjed el a vörösbor kultúra ezen a vidéken, és ennek a jelentősége az nem pusztán annyi, hogy ennek valami gazdasági háttere van. A török időszak elején már ide kerül a kadarka, amely meghatározója lesz ennek a borvidéknek, és a kadarkának a vörösbora messze földre eljut innét. Miért válhatott a vörösbor hazánk jelképévé? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. 1538-ban Krakkóban jelent meg a zsidó és magyar népről Farkas Andrásnak egy versezete, amelyben leírja, hogy az addig legkedveltebb fehérbor, amit a borok királyának és a királyok borának először hívtak, és Tokaj csak örökölte ezt a bizonyos szlogent. Nos, tehát arra azt írja, hogy az a falánkság jelképe, hogy azt fogyasztja valaki. És ettől kezdve ugye ebben a műben szerepel az először, hogy a jóisten az ránk,
hát büntetésül hozta a törököt, az még ott van a himnuszban is, és ezért nem fehérbort akartak fogyasztani, különbözni akartak, és így került a vörösbor kultúra előtérbe, és mivel a reformáció ezen a vidéken terjedt el először és legjobban, és igen magas színvonalra jutott, gondoljunk arra a tolnai iskolára, amely európai rangú volt gyakorlatilag. Nos, tehát nyilván ők közvetítették a külföld számára, egy időben azzal, hogy ekkoriban nő meg a szarvasmarha export, és hát ahhoz viszont annak a húsához vörösbort sokkal jobb inni, mint fehérbort. Ez elterjed, általánossá válik, lekopik róla az, hogy ez csak a reformációi, és Pázmány Péter gyönyörű szépen mondja azt, hogy ha mindazt a bort, amit megittunk a török pusztulására, most összegyűjtenénk, a törököt pedig egy völgybe engednénk, és rá ezt a bort, akkor mind ott fulladnának benne. A borfogyasztás ma is elengedhetetlen része Sárkőz gasztrómiájának.